Jó napot kívánok, én dr. Kovács József vagyok, a Kirko, ez a Térkos Szabad Egyetem vezetője. Nálunk parapszichológus képzés folyik. Most folytatom a nőiességről szóló előadásomat, ami a legnőiesebb energetikai központ, ami a nőben az adás és a kapás képességét jelképezi. Az a nő, amelyik tudja irányítani a méhéből kijövő energiákat, mindent meg tud kapni, amit csak akar. Az ilyen nő a párkapcsolatban, akár csak azzal, hogy ott van, segít a férfinek az alkotó tevékenysége realizálásában. Illetve saját maga is alkothat, saját kedvére, saját szórakoztatására, vagy más emberek kedvére. Festhet szép képeket, gyárthat szép tárgyakat, kancsókat, stb. Ki mit szeretne. Hogy hogyan lehet a méhünkkel bánni, vagy hogyan kellene a hölgyeknek a méhükkel bánnia, ezt a Kirko Szabad Egyetemen tanulják. 2-3 év tanulás után erre már minden tanítványom rájön. Ilyet lát, megtanulja. De megyünk tovább. Mit jelent az, hogy jól működik a méh? A méhben van az anyaságért felelős energiaközpont. A méhben van az az energoinformációs központ is, amely a veszteségek kompenzálásáért felel. Tehát ha a nőnek a méhe jól dolgozik, jól működik, akkor az energiák, az információk nagyon jól bemennek, kimennek, és könnyebben viseli el az esetleges veszteségeket, kompenzálja. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy a saját állapotát gyorsabban helyrehozza. A férfi állapotát is gyorsabban helyrehozza. Egy nőnek, ha jól működik a méhe, akkor már csak azzal sikerül a férfit előre tolnia az életben, hogyha ott van mellette és szereti őt. Ez nagyon fontos. Hát ha nem szereti, akkor a férfi nem tolja előre az életben. Nézzünk egy példát arra, hogy milyen, amikor jól cirkulál az energia a nő méhében. Például a családban, ahol mondjuk van két gyerek, történt egy negatív szituáció. Ekkor a nő a méhén belül ezt a negatívumot áttransformálja pozitívummá, és ilyenkor energoinformációs módszerrel a méh segít a férfinak abban, hogy megtalálja a megfelelő kiutat a problémákból. Ezt tudom, hogy így furcsán hangzik, de ez gyakorlati ezotéria. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, kérem lájkoljanak, és iratkozzanak fel a csatornámra, viszontlátásra!